Pénteken még semmi feltűnő nem volt itt a Kamillus templomban, a húsvéti dekoráció majd csak szombaton kerül a helyére. A hívek azonban már javában készülnek az ünnepre, ami jóval többről szól, mint a nyúl vagy a tojás, a húsvét ugyanis a kereszténység legfontosabb ünnepe. A húsvét azóta van, hogy a zsidók kiszabadultak Egyiptomból, maga a szó is annyit jelent, hogy hála ünnep. Mint hogy a zsidók szabadulásuk éjszakáján egy bárányt kellett, hogy vágjanak, és annak vérével jelölték be az ajtófélfát, így került el őket az Úr öldöklő angyala, és ezt a bárányt kellett nekik megsütniük, és ebből lett a húsvéti vacsora étrendje is, ugye kovásztalan kenyér bárányhús, és bárányt is áldoztak az Isteneknek, illetve Istennek azért, hogy imádják. Így maga Jézus is a bárány szimbólumát alkalmazta magára, miszerint, mint a húsvéti bárányt, őt is fel fogják áldozni. Minden győri templomban folyamatosan zajlanak majd az istentiszteletek, nagy szombaton és vasárnap is. Berkes Gyula azt mondja, húsvétkor misézni a papok számára egészen különleges élmény. Mindenképpen más ez a feltámadási szentmise, hiszen az egyetlen nap a katolikus egyházban, hogy nagypénteken nem mutat be szentmisét, tehát nincsen átváltoztatás, csak szertartás van. És a rákövetkező vasárnapon egy ünnepi hangulatban a legszentebb áldozat bemutatása, annak ünneplése, ami a hitünk lényege, hogy feltámadunk, mindenképpen egy felemelő érzés. Ezen a hétvégén országszerte itt Győrben is ezreket várnak a templomokba. A Biblia szerint Jézus nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon vasárnap feltámadt, helyettes áldozatával minden ember bűnét megváltotta, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.